Január 16-án 9 fokot lehetett mérni Szekszárdon. Az előrejelzés szerint csütörtökön akár 12 fok is lehet napközben. A térségünkön áthaladó melegfrontnak azonban sokan nem örülnek. Fejfájás, migrén, álmatlanság, fáradtság érzet jelentkezhet a frontérzékenyeknél. Ilyenkor többen rosszul is lesznek, tapasztalják a szekszárdi Balassa János kórházban. Szokták a ez irányban, ezen a területen dolgozó kollégák is mondani, amikor a meteorológus mondja, hogy milyen idő várható, hogy na majd ez behozza a vérzőbetegeket, na majd ez behozza a stroke betegeket. A szakemberek azt mondják, hogy a frontok vonulásakor infarktus, stroke, gyomorvérzés, fekélvérzés gyakoribb. A csapadékosabb idő az infarktus szokta kiváltani, a melegfront pedig inkább a gyomorvérzést. Ugyanakkor a vérnyomás bármilyen változására elég érzékenyen tud reagálni a szervezet. A szív- és érrendszeri betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az időjárás és annak változásai is stresszt jelentenek, mondja Benczúr Béla kardiológus. Ha ilyen jelentős hőmérséklet differencia van, vagy csapadékosabbra fordul az időjárás, frontok vonulnak át, akkor a érfalaknak az a instabil, megrepedni hajlamos vagy képes szűkületei valóban megrepednek, elzáródik egy koszorúsér. Tehát valóban ilyenkor a szezontól eltérő időjárás előhozhatja a gyakoribb infarktus vagy a gyakoribb szélütésnek, a stroke-nak a megjelenését. A szakorvos azt javasolja a frontérzékenyeknek, illetve a szív- és érrendszeri betegeknek, hogy figyeljenek oda magukra. Ha gyógyszert szednek, azok beszedésére különös figyelmet fordítsanak, de a frontok felboríthatják a jól beállított gyógyszereket is, ezért ha bármi eltérést tapasztalnak állapotukban, azonnal forduljanak orvoshoz.